Egy rövid tanulást azért szeretnék a Tóráról is tanulni a mai nap folyamán. Nincs heti szakaszunk ezen a héten, ezért a Tórából azt a részt fog megnézni, pár mondatot legalábbis, amelyik a most szombati tolvasás lesz. Értelemszerűen ezt a 8 napot a Pészák hatja át, ez átadok Mózes második könyve, 30-12-től kezdődik az olvasás, és az a rész van, amikor ez a klasszikus a Mózes és a jóteremtő közötti beszélgetések vannak, és próbálja elérni azt Mózes, hogy a Jóisten a népre úgy tekintsen, hogy tényleg szeret és odafigyelve. És egy picit a Mózesnek a önbizalom kérdése is ugye itt problematikussá válik, hogy mennyire lehet jó vezető. Egyébként ez egy egészséges dolog, az embernek van kell önbizalma, vagy önbizalom hiánya is, mind a kettő kell hozzá. Ugye ez úgy hívjuk, hogy fékek és egyensúlyok. Na, ugye ezzel a mondattal lép be a sabati trúvasás, vagy jobban most se, mondtam az első örökkévalónak, reé, lássad, átta omere lejt, azt mondod nekem, ha ále et hám, ha ze, hozz fel ezt a népet, vel talóhodáta is nem mondtad nekem azt, társadat is láki mi, hogy mi lesz majd velem, ve átta, a Márta, és azt mondtad nekem, jel a tíká, besé, meg a mászáti, hénbe, nekem, hogy megmutatod magad nekem, és a szemeimek élet fogsz találni majd. Tehát egy ilyen egy kérdéses mondat, és folytatjuk utána a következőnél, csak hogy legyen egy mondatban. Igen, azt mondja, hogy 13-as, visszamegyünk a 13-ashoz, Váta és te, én nem átszállati hénbe ideká, bocsánat, és te, bocsánat, és most, és most, még egyszer átta Ainnal, és most, és egy pozér van fölött, egy nagyon erős dallamjel. Ha találtam kegyet a szemeidben, hogy én, na, eddere, héha, mondd nekem Isten az utadat, vedáha, hogy megismerjek téged, le man emcach hénbe ideká, hogy találja kegyet a szemeidbe, rejé, és láss ki, amká golyhaze, hogy a te néped, ez a nép. Igen, ám is a goly, miben jött a szerepe. Vajomár, és azt mondta Isten, panai léhu, vahani hotile, ha, és neked ezt, hogy ám el fogom adni ezt a lehetőséget, hogy lássad. Nehéz a mondat egyébként, de mindjárt fogjuk nézni. Igen. Itt menjünk vissza a kezdő mondatunkra, mert ez tényleg nehéz mondat. És maga ez a Pészáknak, hogy Isten vigyázza a népre, nem vigyázza a népre, cserbe adja a tengerparton, nem, tehát egy nagyon sok kérdés merül föl, elengedi a biztosba, a bizonytalanba, vagy pont fordítva, és ezt Mózes pontosan átlátja. És itt azt mondja Rási, amikor azt mondja neki a Mózes Istennek, reé, atta omere láj, reé szó a lássad, a reé, ten énecha, velibcha áldevarecha, mind szemeddel, mind a szíveddel legyél a szavaidom. Tehát ez nem az, hogy figyelj Isten, tehát ami most történik, ez a világ történet. Tehát tudom, hogy az Isten, de picit azért tedd magad oda ebbe a dologba, mert tehát, és egy nagyon-nagyon fontos dolog történik. És átom erre ráj, beáltal, igen, azt sem állt a lényálló kisakra. És így azt mondja, hogy itt átom erre ráj, te mondod nekem, beáltal lohodát tanném, mondod el nekem, vásser a Mártali, amit mondtál nekem, idézet kezdődik, Híne anó kisolják melech, én egy angyalt küldök neked, én zohodá, ez nem egy átadás, egy információ, és én anni hapec, bár nekem nincs szükségem erre, nem jó ez nekem, tehát itt angyalt küldünk, nem küldünk angyalt, én megyek,
és ki vagy te Isten, velem vagy-e? Tehát ezeket a kérdéseket veti föl Mózes, amikor a Pészák közepén tök valid kérdés. Szóval a Pészák 7 napja miről szól? Első nap kijönnek Egyiptomból, utolsó nap át meg a sástengerem. 7 napi van bizonytalanságban. Tehát ez most kicsit azt mondanám, mint aki menekül bármelyik ostromot országból, amíg a határ át nem érek Bécsbe, addig bármikor bajba lehetek. Szóval az a menetelés, hogy Budapest, Győr, Mosomagyaróvár, Hegyeshalom, mindegy veszélyes helyzet. Átlépek ott a Jaltán, milyen folyó van ott, valami folyó ott megy, nem megy ott, valami izé. Valami, akkor, mint? Az még, átlépe, akkor biztonság. Tehát itt van a zsidó népnek 7 nap totális bizonytalansága. Általában, hogy az inkább esélyem, Igen, itt idézi mindig Mózes a Istent, és azt, hogy mit kapott érte, és vártá, és most, Imemet és a Cátnak énbe jönnek, tehát tényleg, hogyha ha te Isten szeretsz engem, kérlek, mutasd, Mászakár által, hogy te lemocé, énbe jönnek, tehát oké, én szeretek téged, Isten, meg hiszek neked, de mi a jutalom? Ez a szhár, a szó maga, a szhár, a szhár, mint látjátok, azért érdekes szó, mert van több jelentése. Egyrészt van a fizetség, mint héberül maszkóret, a fizetés, ami van fizetés az embernek, illetve van az a talmudi alapelv, hogy szhár micva, a mice jutalma, azaz a Jóisten ad valamit, nem tudjuk, mit ad. Nem tudjuk, mi a mice jutalma. Nem tudjuk, hogy mi az miért csak a micváinkat. Bízunk abban, hogy van benne, van valami olyan, látja, mennyi értem a szkárnak. Például ilyen. Profit, itt van, tessék. Tehát haszon. Egy nagyon, nagyon nehéz szó egyébként, tényleg. Hát mennyi? Hú, mindig a különböző ige csoportokban. Ez a sikor, ez a skár. Ja, a sikor, mint részeg, a skár ugye leírva. Csak egyfél. Oké. Na, szóval azt mondja a Talmud, egy nagyon jó újítás, nincs a Tórában, hogy van mindennek jutalma a világban. Isten minden számon tart, ad érte szhárt, jutalmat, és azt mondja, hogy Mózes, hogy más szhár átlanott tenni, nem a célménynek rá. Milyen jutalmat adsz annak, aki a te szemedbe kegyet talál. Ez így mondod, szeretlek, meg izé, de oké, mi ez? Tessék, hogy a kérdése Mózesnak. És ugye itt vagy, hogy a Edáká, hadd tudjak meg téged, ha is meg téged, azért, hogy hagytál kegyet a te szemeire. Tehát ez mind a szerelem. Nem véletlenül erről beszéltem ez óra elején, de Pészák nem az a szerelem ünnepe, mert tavasz van, az a szerelem ünnepe, mert a zsidó nép, Jóisten egymásra találnak. De valóban azt mondja, hogy hadd ismerek meg téged, hogy megszerethesselek. Lehet magyarra fordítva, tehát ilyen lazán fordítva. Máj ilyemet szíjátrén sem az atribén, egy rapitról. Igen, tehát az, hogy igen. Egy kiamkálgói. Egy picit, de hármasra megállok egy picit itt a jövőre, és lássad, hogy a te néped ez a nép. Ugye am az egyik szó, a gólya másik szó. Mind a kettő népet jelent, bár itt nation is people-t ír angolban, de ez vagy meg bennünket.
Mert tök érdekes, hogy a Rásinak az angolja egy másik fordítás. And consider that this nation is the people, it pedig to that this nation is your people. Ugyanaz a szogó, igen. Ugyanaz a people-nek használja, mind a kettő fordítás. Tehát a goy szó, az nem egy mondja pejoratív, tehát nagyon sokszor szerepel a goy a zsidó népre is, imában is, tórában is. Ugye itt arról van szó, hogy van egy aranybóri után, azt mondja a Jóisten a Mózesnek, hogy a vétkező embereket megszünetem, és téged nagy népét teszlek majd, ez hát ott hál, itt is a goy gadol, itt van a ez a great nation, itt angolban is, tehát goy gadol, itt van. És akkor ezeket a többit itt hagyod majd, tehát nem, ez az egész nép a te néped. Én mi kell, de már elejétől fogva, tehát ő a tied, ha őket nem szereted, akkor az a te sátébe feted meg. Igen. Tehát itt ez a Mózesnek ez a aggódó attitűdje jön ki, és akkor is azt mondja, hogy Pánágyi Léku, az én orcám elvon előtted, Loes Lák, ott már láttad azt, hogy nem küldöm több angyalt neked, én magam fog végigmenni, Hofa Néka, Holkénbe kell, igen. Ez egy szép visszatérő képe a Pészáknak, ezzel beszéltünk, hiszem korábban is beszéltünk, hogy azt mondja a Jóisten, hogy nem angyal által, nem tüzes angyal által, nem küldött által, ő önmaga. Hát ebben az egész kivonulás történetben Isten személyesen lép be, és ez többször itt a szöveg megerősíti, mert olyan pontja a világ történelmnek, amikor Isten megjelenik valahol személyesen, ami tényleg ez egy nagyon erős pontja tényleg. Vajon mert eláva, azt mondta neki, imén panik, ha valakim által lénni, mize, ha nem, ez nem történik meg, akkor én innen el nem mozdulok. Bazoan Niha Pelszki, Ajadé Manak, által lénu mize, igen, tehát Isten arra kérte, hogy ez a pont, amikor te lépjél be, nem angyal, nem izé, én azt szeretném, hogy a zsidó nép és közötted lévő kapcsolat megszülessem. Hát annélkül, hogy nincsen a kapcsolat a kettőtök között, nem látjátok egymást, nem, tehát félreértések vannak, tehát akkor feleses menj, akkor ez a nép be fog szűnni. A zsidó nép meg az az örökkévalósága, hogy van egy kapcsolat a zsidó nép az örökkévaló között. Pont. Ennyi. Folytatja, Ubame, Ivada, Évfoki, Matszatikénbe, Ineka, van fogom tudni, hogy én kegyet által a szemeidben, Anivám Há, én és a népem, ha lóbelek tehelyben, csak úgy, ha lejössz közé. Tehát picit zsarolja Mózes, hogy Isten gyere le, ugye, hogy is, hogy nekem hiszem, hogy a szemednek. Vagy ez a mondás, azt mondja, hogy én a szememnek hiszek. Tehát, ha itt van, itt közöttünk, a nép lát téged, akkor tényleg kapcsolat, a szövetség megkötetik véresen. Mert Nifrinu Anivám Há, meg Kolámán Sebb, Néhádamá, és that we may be distinguished. Ez nem érte. Niflinu azt jelenti, hogy leborulnak, vagy külön, igen, elválasz. Azt mondja rá, hogy elválasz. Ez ilyen nehéz szó, niflinu, naffálasz, anivám, hamikor, ha ámasarab, hogy félre vonulnak. Tehát amikor, magyar lefogítva a mondat, ha te itt vagy velünk, akkor lesz az a pillanat, amikor én és a népem a világ minden népei közül
el fogunk tudni különülni. Ez mindig ugyanaz a gondolat, ami előbb volt, hogy mert ugye egyrészt mondja a Rási, hogy íva dáme ciát hén, meg fogom tűnni, hogy szeretsz engem, hogyha közöttünk jársz, oda válni soha, mi mkásaló, ti sörések, nátká, od, álumot, olám, és egy nagyon erős dolgot kér Mózes, ez erős szerintem, hogy csak velünk legyél. Tehát az, hogy a te sekinádból, a sekiná, Isten jelenlét, a világ többi népétől vonjad vissza. Ezen mondat szerint, amit Rási mond, ugye ez nem attól, ez a Rási értelmezése, hogy ezzel pillanatig Isten minden nép felé egyformán nyitott volt. Egyébként ez a Talmudban többször fordul elő, hogy a Jóisten a Tórát felkínálta csomó népnek. Szia! Oké, szia! Gyere, szia! Zsuzsi! Tehát az, hogy és a tóladás pillanatában kötődik a szövetség, amikor a zsidó nép Istennek a szövetsége, és venni frinu anivám ká, és leválunk én is a néped, nikjel muvdalim, bedavar az emi kolám, mohi, flás, a többi. Igen, tehát azt mondja, hogy ha ez meg fog történni, ez a nagy találkozás, akkor olyan viszony a zsidó nép és az Isten között, hogy különleges és világra szóló, és Mózes ezért könyv az Istennek, hogy annyi baj volt már, kivonulás, stb., hogy ez ne hagyd a népet így egyedül, illetve ez kialakulja a kapcsolat, igen. Vajon már Dunájában sem? És akkor kezdik a játék, hogy vajon már Dunájában se, mondja Mózes, Mózesnek Isten, gámet davarázza ezt a dolgot is, amit mondtál, meccsem elsze, mert te találtál szemet a kegyet a szemeiben, és név szerint ismerlek téged. Azt mondja, hogy még egyszer megteszem, de azt mondja, hogy új hosszú a Rási angolul, héből rövidebb, az, hogy elvonom a sekinát többi népektől, ezt megteszem, Vényd vákásebb lám, ágyad és jön fel, és utal arra, hogy a Bileám áldása, vagy lesz egy utalás erre, majd Bileámnál itt van a leírva, semmi. Tehát Völmer Haréni Nájt Kodéká, akkor Mózes nem aprózza el, más mehetem valami. Igen, szerény kérdéssel lép elő, mutasd meg magad. Ez eléggé erős kérdés, hogy ultiból elő a lapokat, nézzük meg, kinek mi van. Baj, az, hogy kvódé hát mond a te tiszteletedet, és nagyon elegánsan, ez a na szócska, ez az angol, ez a kérlek, mutasd meg a tiszteletedet. Rámosos, hájá, étrecon, így azt mondja, hogy Mózes megérezte a pillanatot, amikor Isteni akarat ott van, udvaráv mekubalin, és a szavai elfogadásra jelentek, de hosszívni sor, lárató, már ritkodó, és hozzátesz még egyet. Ez egy picit olyan, mint a pont negatíve, vagy fordítva, mint ami volt a Mordechai és Hámánnál, amikor azt mondja Hámán, ugye Mordechai, bocsánat, a Ahasvéros, ugye mit érdemel az, akinek aki király akar megtisztelni, akkor azt mondja Hám, hogy rám gondol, hogy király, királyi ló, királyi ruha, királyi korona, stb. Jó, csináld ezt, ló meg ruha mehet, korona azért nem. Tehát pont, hogy hiába, ugye Hámán érezte a flót, most akkor mehet minden, és akkor is Isten, hogy lájtott, a pizállj le azért, mondja. Kapott gyűrűt, igen, az máskor az, az korábban van, de az, hogy a valamikor ebben érzi azt, hogy most lehet, Hámán koppant, tehát Ahasvéros észnél volt,
nem adod a koronáját neki, csak a ruhát meg a lovát. Itt is Mózes lehávdi nagy elválasztással, érzi a flót, Isten leveszi a sekiát a népekről, Isten mondja, hogy szeretek téged. Na, akkor itt a pont, hogy ugye, I can do it. A nagy találkozás történjen meg, itt vagyunk már a Szentföld felé menet, azt mondja Isten, hogy kis huncut, azt mondja, jó, mert azt mondja, Anni a virkol tuvi alpanéha. Elviszem minden jóságomat a orcád előtt, meg karáti besim adonáj, Isten lefanéha, és Isten nevében szólítom majd téged, ve hámat élet a sarakon, hagyom, amit hagyni fogok, ve rikám lesz a kém, és irgalmas leszek, ami irgalmas leszek. Ma jó, mert, és folytatjuk tovább, hogy figyelj, amit most mondasz, az egy necces, ló tuhál, lirót el panáj, nem láthatod az arcomat, ki lójjál a damba háj, az én arcomat látja, az már nem él. Hát nem, hogy én bemutatnám, de akkor meghalsz. Halálba fogsz engem látni. Igen, ez volt már. Igen, azt mondja, hogy a Rási ebből a szövegből lehet megtanulni azt, hogyan kell imádkozni. És tényleg, hogy Dímáse, Arse, ott Kálirot, Letise, Anirotse, vagy Czarik, Lelámet, Ká, Cédert, Fila. Tehát mit jelent, hogyan kell imádkozni? Itt egyébként, I think that is you, a set form of prayer, itt angol is. Tehát mi az első? Köse, Nitzrachta, Levakés, Rakamál, Izrael, ha akarsz kérni a zsidókra irgalmat, Viszkárta, Liz, Kuta volt, mondanak a atyáknak az érdemeit, Elohi Ábrahám, Elohi Cseg, Elohi Jákob, Ábrahám és Jákob istene, és Szavul Átás, Im, Tamáze, Kuta volt, én ott ikvá, hogyha ha ezt nem, akkor esélyed sincsen, Áni el virkol, mi dátú, vilefa néke, és akkor hallom a atyáknak a jámborságát, akkor hirtelen mennyedik minden jóság előtted, alán cúrátan ott, igen. Ez a legelső atyáknak a felemelés. A második, hogy kátor is imádod nájnef a néká, hogyan kell kérni, bakasad rakhamim, ha végezsz atyák érdemeivel, hogy szédelzes átároé, otti, meuttáv, ve kore jutgime midot, mondd el 13 tulajdonságát Istennek, Hávé mell a medeli szell, áll szót kér. A zsidó nép tanulja meg, hogyan kell viselkednie. Ájedése is kerül, lefelége, halakvahanon, igen. Stb. Tehát Isten tulajdonságát mondd el, ilyen legyél te is. Harmadik pedig, voltam pe a mím, és erre még egyszer írvamat kell, és ekkor le rakem, átkán ló, hívtikó, élá, itt ám, ez a vittim, mert a szemre már besállt, már sze, o mer, lényának, kikor lehet, az annyira fontos. Oké, szóval itt azt mondja, hogy amikor imádkozni akar, akkor mondja, milyen őseink voltak, mondja, hogy Isten milyen jós, de attól kérni bármi. A mai imában ugye úgy néz ki, hogy a 18 áldás, vagy 19, 3, 13, 3, 3 dicséret, atyáik, Isten, stb. 13 kérésem van, Jeruzsálem, bírák, stb. És végén 3 dicséret. Azt mondja, hogy erre Isten, hogy nem látod az arcomat, Ávkese, Ávír, Koltuvi, Álpa, Néka, jelentően Lekáre, Zsutli, Rotet, Panáj, bár látsz mindent, ami én vagyok a jóság, én vagyok a megbocsátás, én vagyok a 13 tulajdonság, mind megkapott tőlem most, milyen legyél te, de a orcámat nem. Azt mondja, folytatja a szöveg, vagy elég, most nem akarok bevenni, nincs időnk annyira, de ez a mondat, hogy Loi Jani Adam Bachai, nem látod egy élő ember, ezt Rási át, nem is kommentálja. Volt, hogyha rámennék,
a mondatra, van 70 darab kommentár hozzá, van halaká is kettő a mondathoz, de azért van bőven kommentár, látjuk. Tehát de ez Rási ezt a részt kiadja azért. Jó. Aki olyan hasonló vagy a lehátat. Jó. És vajon Meradoná, és mondta Isten, hínem akkor mit itt egy hely velem, nicávtálát szúr, álljál föl a kősziklára. Igen. Beállásolni, mert verány, mert a mér. Bekom, mukán, lére, cokás, itt azt mondja, ez érdekes, a Rási itt hoz két véleményt, van egy sima vélemény, és van egy ilyen umidrasó. Igen, ez mindig kinyitja, a másik lapot szeretjük. Itt is egyébként a midrasi explanation. Az, hogy van egy szöveg, amit, és azt mondja, midrás hozzáteszi. Álmakom, van egy hely, ahol Sekina beszél, ez a hely ő vele van, Anima, mert Anima Makom, én vagyok a helyes, Makom, Mosarolám. Ez a Tanhuma nevű midrás, a Tanhuma. Azt jelenti, ez egy Isten egyik neve a hely. A Makom szó, a Makom, Isten egyik neve. Hely. És azt mondja, hogy én Omer, Anibákom, én nem mondom azt, hogy én vagyok egy helyen, Kádos Berúkum, akkor most az örökké való, a világnak a helye. Hát Isten a hely. Ő a világ, Vén Olám, Omekomó, és nem a világ Isten helye. Elmondta az örök jövőben, én bocsik és vagyunk. Igen, hát nagyjából igen, ezután egy pár ezer évvel, egy pár száz évvel, de mi Rási az, de összecsúsztak egyébként nyugodtan a filozófiák, tehát nem Istennek van helye a világban, a világ van helye Istenben. Utolsó mondat, amit megnézzünk. Igen. Igen, hát igen. Behíne be, bocsánat, valamit mondanak. Igen. Behíne bávurkodi, átmegyek előtte, átmegyek a tiszteletem előtted, ve számzik, amíg odaadhatod a sziklára, ve száhoti kapi a léhe, és rádrakkab a kezeimet, ád ovri, amíg át nem megyek, ve hasziroti et kapi, és vem a kezemet, ve raita, és látni fogod et akorája a hátamat, ve fanáj lo jeráú, és a orcámat nem láthatod. Itt van. Igen, tehát Isten hogy elmegy, Isten helyezi a kezét Mózesra, csak hátulról láthatja. Igen, szakotika pály, mikor se itt ne lesút, rá mechablim lechabér. Igen. Igen. Itt az, hogy van egy lehetőség is sem. Igen, egyébként azt mondja egyébként előzőben, hogy itt van Istennek valóban a kezét, óvó kezét rakja rá, tehát valóban egy kaf mamás, valóban egy kéz van rajta, ami nagyon, nagyon szép történet a végén, hogy látod a hátamat, mit látsz? Hérahú keser selt filin, a filin csomót látja, ami itt van a fején az Istennek. És be is fejezem egyébként, ez egy nagyon szép kép az, hogy nagyon sokszor van az, hogy Istent nem látjuk, csak akkor, amikor elment.
Most mondok egy például egy baleset, nagy Isten, amikor túlélünk valamit, egy balesetet, és akkor amikor túléljük, hogy hoppá, az Isten keze volt, hogy nem, tehát amikor utólag valami történik, és akkor igen, ott volt Isten. Nagyon sokszor érezzük azt. Ennek egy példája az, hogy Isten rakja a kezét a Mózes arcára, a szemeire, letakarja, és akkor elmegy mellette, fölemel, és akkor igen, itt volt Isten, és látom a csomót, ami a tfilinjének a csomója. Más többféle kötés van, a Daled is van ugye hátsó kötésként például, de nem írja a betűt, nem írja, azt mondja, csak kessen a csomót, kessen ezt használja, ugye Knott, ilyenkor is. De az, hogy a Isten tfilint hord éjjel-nappal, hogy ki írta az Isten tfilinjét, az nem tudjuk, és milyen nuszák szerint van megírva, de mindenki nagyon szép kép, hogy az imádkozó Isten képe, amely Isten is imádkozik. Ez egy nagyon, nagyon szép kép egyébként. Tehát ez az, amit olvasunk föl Pészák félünnepen, amelyik de Isten is a Jóisten beszélgetés a nagy találkozásról. Jó. Köszönöm szépen. Stop recording.